egy 5 témát felölelő előadássorozatot indított az Újra dolgozni Tolnában Egyesület, amely a kapcsolatteremtés, az intim kötelékek kialakításáról szól. Az Egyesület Béndek Ferenc népszichológust kérte fel arra, hogy az előbb említett témakörökben tartson előadást. A pszichológus azt mondja, örömmel fogadta el a felkérést. A mai alkalommal a kötődésnek, a csecsemőkori kötődésnek, az anya-gyerek kapcsolatnak a megtárgyalása a fő téma. A többi majd erre fog épülni. Lesz a következő témánk ilyen, hogy testvérféltékenység, születési sorrend, nevelési módszerek, az elkényeztetés, illetve az elhanyagolás hova vezet, illetve az utolsó téma szintén ugye a kötelékkeresésnek a másik végpontja, az elengedés vagy elevállás című. Akkor a gyermekkor, pontosabban a csecsemőkor 0-tól 1 éves korig terjedő időszakát szeretném egy kicsikét jobban bemutatni a hallgatóknak, méghozzá azért, mert az anyához fűződő kapcsolatunk az minden későbbi kapcsolatnak az alapjául szolgál. Legyen az társkapcsolat, legyen az partnerkapcsolat, legyen az beilleszkedés a csoportba. Az ősbizalomnak a kialakítása az nagyon-nagyon fontos, tehát az alapbiztonsági igény kielégítése az kihat tulajdonképpen a gyerek nagyon sok irányú tevékenységére, beleértve, mint a mentális, szellemi képességeknek a fejlődését, a biztonságérzet kialakulását, és egy csomó minden. Tehát az anya-gyerek kapcsolat az rendkívül fontos. Hogyha az anya megfelelően reagál a gyerek szükségleteire, mi úgy szoktuk mondani, hogy helyesen címkézi, tehát ha a gyerek nyugtalan, akkor kitalálja idézőjelbe, ráérez a gyerek tulajdonképpen is szükségletére, hogy tulajdonképpen miért nyugtalan, mert ugye az éhségtől kezdve a fázás, a fájdalom, az unatkozás, nagyon sok minden lehet. Tehát az anya személyisége megfelelő, elfogadó, ráhangolódik a gyerekére, megérzi a valós szükségleteit, és úgy alkalmaz az attitűdje tulajdonképpen, hogy mennyire fogadja. Ez nagyon sok mindentől függ, hogy valaki milyen anya lesz, ugye ezt lehet sorolni azt, hogy milyen a személyiség az anyának, milyen volt neki a kapcsolata a saját édesanyjával, milyen emlékeket őriz, milyen a partnerhoz való viszonya, milyen akarta egyáltalán ezt a gyereket, tehát nagyon milyen az elvárásai a gyerekkel kapcsolatban, tehát nagyon összetett ez a téma. Az Egyesület idei célkitűzése legfőképp az, hogy újraindítsák a közösségi életet, ez azonban nem lesz egyszerű feladat. A projektünk címe Jókor jó helyen, és arra teszünk próbálkozásokat, kísérleteket, meg hát reméljük, hogy néhány dolog hagyományteremtő jellegű lesz, hogy a közösségek épüljenek, újraépüljenek, és mivel a közösségek alapja, ugye ez a programsorozatunk egyrészt közösségben zajlik, több embert várunk, másrészt ahhoz, hogy valaki jól illeszkedjen a közösséghez, saját magával is jobban kell lennie. Az, hogy hogyan alakultunk, az előbb a pszichológus kolléganő elmondta, hogy a kora gyermekkori kötődésekről szól az első alkalom. Viszont ezt nem csak azoknak ajánljuk, akik most kezdőszülők, kisgyerekes szülők, mindenkinek, mert annak kapcsán, ahogy meghallgatunk ilyen dolgokat, valószínű az önmagunkra való rálátás is teljesül. És ugye azt mondják, hogy amíg a tudatalattinkban van csomó minden, azok irányítanak bennünket. Ha tudatosul, akkor mi is jobban szabályozhatjuk, feldolgozhatjuk a múltunkból is, ami esetleg nem stimmel. Vagy megdicsérjük visszamenőleg a szüleinket is, hogyha úgy adtak nekünk szeretetet, meg minden mást, hogy azáltal jól tudunk működni a saját gyermekeinkkel, és hát nyilván a közösségekben, a kapcsolatainkban. Tehát ezért gondoltuk nagyon fontosnak, hogy egy ilyen közösségépítő, közösségfejlesztő projektben legyen feltétlenül egy ilyen blokk, aminek a Lelki séták címet adtuk. Weissné Szabó Magdolna azt mondja, a közösségektől való elszeparálódás a digitalizáció rohamos fejlődése miatt már jó ideje elkezdődött, ezt azonban a koronavírus járvány még jobban fokozta. Amikor a projekt tervet írtuk, akkor 3 évvel ezelőtt senkinek még a rémálmában sem szerepelt az, hogy itt pandémia lesz.
de már akkor a pályázat kiíró is felismerte, amit már régóta mondogatunk mi, meg mondogat a szakma, hogy a közösségek természetes szerkezete, ami évszázadokon át megtartó erő volt, akkor is a néha fegyelmező erő, az megbomlott. Ugye nem tudtak a közösségek úgy lépést tartani a technika fejlődésével, az új divatirányzatokkal, és hát az általánosan jellemző világjelenség kezdett lenni, hát főleg a gazdaságilag fejlettebb országokban, hogy az izoláció, az elszigetelődés és a magány, nem úgy, hogy nem vagyunk elegen a nagyvárosokban, de ez megviselte a közösségeket. Hát ez még megfejelődött ugye egy majdnem másfél év járványidőszakkal, amikor ahelyett, tehát mi ahhoz fogtunk volna tavaly márciusban, hogy egy kicsit és bátorítsuk az embereket egymás irányába, és akkor jött egy ilyen járvány, amiből ugye nagyon sokan azt tanulták meg, de mindenkiben benne volt okkal a félsz, hogy a másik ember veszélyes. De hogyha ezen nem tudunk úrrá lenni, nyilván megvannak az orvosilag ajánlott időszakok, de egyébként, hogyha a másik embert nem támasznak tartjuk, akkor előbb-utóbb baj lesz, hiszen a túlélésünk záloga a valahová tartozás, a közösséghez tartozás feltétlenül szükséges.